Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a szalézi rendről kívántam szólni ezen az alkalommal, melyet Don Bosco János alapított, de aztán rájöttem, hogy ő igazából csak úgy érthető, ha magát Szalézi Ferencet is megismerjük, akinek a nevéről, gondolkodásáról és működéséről kialakított kép alapján nevezte a saját rendjét a Szalézi Társaságnak. Ugyanis Szalézi Szent Ferenc meghatározó volt számára sok szempontból, és éppen ezért a mai alkalmat Szalézi Szent Ferencnek, egy kicsit a korának és az általa és Chantal Szent Franciskával együtt alapított vizitációt ennek szentelném. Szalézi Szent Ferenc az ott a mai Svájc és Franciaország határán született 1567-ben, egy ősi savoyai családból. Ehhez még nekünk magyaroknak is van közünk, hiszen jól tudjuk, hogy Savoyai Jenő herceg volt az a híres hadvezér, aki átállt francia oldalról az osztrák oldalra, és hát zsenialitása, hadvezéri tehetsége által kiverték az országból a törököt. Ott áll a szobra fönn Budán, a várban. Hallottam némelyeknek, hogy mit keres ez itt. Hát nagyon sokat, mert ha nincs török kiűzés, akkor itt Balkán lenne ezen a területen is. Tehát létfontosságú volt, és az utolsó pillanatban, hogy kiűzték, mert már-már feladta a magyarság önmagát, a törököt. Na most ez a savoyai család, ez mindig megőrizte katolikusságát. Jól lehet, ott a Svájc teljesen protestáns lett, és nem is a lutheri, hanem a kálvini reformáció által, hiszen Genfbe menekült Calvin Franciaországból, és hát talán majd rá is sort kerítünk, ugye a reformátornak volt egy olyan tanítása, ami hát azóta is megmagyarázhatatlan számomra is, hogy az eleve elrendelést, a predestinációt véglegesnek gondolta, és végletesnek. Mert mi katolikusok a predestináción azt értjük, hogy Isten kiválaszt valakiket, előre tudja, hogy mit akar, de nem az örök kárhozatra, hanem arra választ ki, hogy az üdvösséget szolgálja. Ilyen formán predestinálta a szűzanyát szeplőtelen fogantatásával, büntelenségével, hogy Jézusnak méltó anyja lehessen. Calvin az isteni mindentudásból, abból, hogyha egyszer Isten mindent tud, akkor azt is tudja, hogy kinek mi lesz a sorsa. Ha pedig vannak kárhozatra jutott emberek, akkor ezt Isten akarta is. Hát nagyon röviden csak annyit válaszolnék rá, hogy a minden tudás és az akarat az nem föltétlen vág egybe. Ha én ott ülök a Gellértegyen, és nézem az Erzsébet hídon közlekedő autókat, és látom, hogy a kettő össze fog ütközni, előre látom, de én azt nem akarom. Az Isten se akarja az örök kárhozatot az ember számára. Ezzel találkozott Szalézi Szent Ferenc, aki hát fiatal emberként egy nagyon előkelő családból származott, jezsuitáknál tanult, és gondolt arra is, hogy valami oratoriánus lesz, aztán hát végül is világi pap lett belőle, nem nagyon akarták, hogy pap legyen, mert gazdag főúri család volt, és hát ugye azzal a kecsegtetéssel, hogy hát majd biztos kap egy jó kis javadalmat, prépostságot, akkor hát elviseli a család, hogy az egyik tagja pap legyen. Szalézi Szent Ferenc megrettent Calvin tanításától. És akkor elkezdett tovább gondolkodni a Lessius féle teológus gondolatával, és találkozott, hogy Isten beszámítja az embernek a jó tetteit. És hát ezen a vonalon indult el,
pap lett, majd pedig hát kapcsolatba hozták őt a genfi püspökkel, de akkoron éppen a kálvinista teljes uralom miatt, ami Genfben volt, a genfi püspök nem lehetett ott. Valamiképpen úgy volt, mint a török hódoltság alatt, nem tölthették be a püspökséget a katolikusok, hanem valahol másut voltak. No de volt ilyen Erdélyben is, több mint 100 éven át, pedig akkor erdélyi fejedelmek voltak, vagy unitárius, vagy kálvinista fejedelmek, nem engedték betölteni a gyulafehérvári püspöki széket. Hát így volt a genfi püspök is, bizonyos Granier, aki kapcsolatba lépett Szent Ferenccel. Akkor még nem volt Szent Ferenc, csak Szalézi Ferenc volt, és hát úgy valamiképpen segédségül hívta őt, valóban megkapta a Szent Péter prépostságot, ott Genfben, annak volt javadalma is, de hát ő gazdag ember volt ez a család, és hát később, amikor a püspök meghalt, akkor ő lett a genfi püspök. Most Szalézi Szent Ferenc látta azt, hogy valamit tenni kell, hogy a katolikus hitet megőrizzék. Ő nem volt híve a vallásháborúknak. Mint tudjuk, Franciaországban kegyetlen vallásháborúk voltak, de valójában annak mindig politikai oka is volt. Tehát amikor volt az a vérengzés, amikor a király elrendeli Párizsba, hogy hát öljék meg a kálvinistaitüket, az ügenottákat, akkor annak politikai színezete volt alapvetően. A lényeg az, hogy nagyon messze állt Szalézi Szent Ferenctől az a gondolkodás, hogy egymást fegyverrel kell legyőzni. Hiszen teljesen ellene mond a Jézus Krisztusi szeretett parancsnak, de még a pedagógiának is. Ő ezt mondta egy alkalommal, hogy egy kanál mézzel több ecetet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Mert az embereknek a megközelítése a kedves és odafigyelő magatartás által sokkal többet eredményez, mintha én keményen és kötelezve őt vallásossá akarom tenni. Ugye, hát egyébként Genfben olyan nagy szigor volt, és a kálvinista részeken Svájcban, hogy gyakorlatilag mulatozni se lehetett, a lakodalmat nem lehetett megtartani, csak esküvőt. Tehát ezt egyébként a református történelem írás is elismeri, hogy olyan mérhetetlen szigorúságot és rigorizmust vezetett be Calvin, hogy azt nagyon kevesen tudták jó lélekkel elviselni. Ő maga egy ilyen aszketikus, talán gyomorbeteg ember is volt, aki aztán még ezzel a Isten kárhozatra vető akaratával még borúsabbá és hát elkeserítettebbé tette a keresztény hitet. Nem véletlen egyébként, hogy az ortodox, hogy így mondjam, az eredeti protestáns teológiában nem a Krisztus föltámadásának az öröme van központi helyen, hanem a kereszthalál. Mert mi a nagy bűnösök vagyunk, és Krisztus meghalt értünk. Tehát ha megnézzük azt a lelkiséget, akkor látjuk, hogy alapvetően erre a szigorúságra és szomorúságra épült a protestáns kálvini teológia. Erre is majd találok egy írást Szalézi Szent Ferencnél, amikor hát ezt érzékeltetni szeretném. Tehát ő Genf püspöke lett, aztán vissza-vissza járt titkon Genfbe, Calvin utódával, Bézával nagy vitákat tartott. Ugyanis az volt a hitvitáknak az ideje, magyar földön is ezt tette Pázmány Péter is, de nem is azzal tudott ő hatást elérni, hanem szívbéli jóságával, szociális érzékével, emberek iránti kedvességével, és így tovább. És hát felhasználta az újkor, az akkori kornak a nagy vívmányát, a nyomdát.
nem sokkal előtt, sok idő kellett akkor, hogy valami nagyon elterjedjen, és ahogy a protestantizmus bevetette a nyomdát röpiratokba, ugye a Biblia fordításokba, ezt tette aztán Szalézi Szent Ferenc is, hogy mérhetetlen sok írást, kis füzetecskéket, fölvilágosító munkákat adott a híveknek a kezébe. Ezért is lett ő aztán a katolikus újságírásnak a védőszentje. A Szalézi Szent Ferenc napján szokták kiosztani az újságíróknak a díjakat, hogy ő tevékenykedjenek és apostolkodjanak Szalézi Szent Ferencnek a szellemébe. És volt neki egy segítő társ, ugye nagy hírű szónok volt, visszajárt Franciaországba is, a Saint-Chapelle-be, az ott Párizsban nagy hírű ilyen kápolna is, prédikált is, fölfigyeltek arra, hogy milyen ékhez szólóan, milyen jó stílusban és mélyen szántóan hirdeti az igét, és nagyon nagy hallgatósága volt. És a nagy hallgatóság között volt egy asszony, akit nem hosszú francia nevével idézek, mert a francia parlamentnek volt az elnök, az ő édesapja, aztán egy grófnak lett a felesége, méretetlen hosszú francia neve van neki, de mi így ismerjük, hogy Chantal Szent Franciska. Aki, hát ő kortársa volt, hát kicsivel fiatalabb volt, mert ugye Szent Ferenc, Szalézi Szent Ferenc 1567-ben született, ő meg 1572-ben, hát de jóval túlélte Szalézi Szent Ferencet, akit fiatalon hát megházasítottak, 6 gyermeket szült, de a 6. gyermek szülése idején a férje egy vadászaton a másik vadásznak az áldozatává lett. Hát ez egy nagyon nagy csapás volt számára, és hát ez egy nagy fordulatot is jelentett. Az egyébként nagyon jó természetű és jó lelkű Franciska életében. És elment Szent Ferencnek a prédikációit hallgatni, és ott ismerkedtek össze, és onnéttől kezdve egy nagyon mély barátság szövődött közöttük, és komoly missziós munkát végeztek. Hát a barátságnak az egyik példa Szent Ferenc, Szalézi Szent Ferenc 2500 levelet írt Franciskának, akkor, amikor már a vizitációs rendnek lett a hát ilyen vezetője. Ugyanis elhatározták azt, hogy ahhoz a munkához, amit ők végeznek, ahhoz kell egy imádságos háttér. Mégpedig olyan, hogy azok az apácák, akik abban a rendben lesznek, a vizitációs rendben, ez Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, innét van ez az ünnep, hogy vizitáció, annak a alapgondolata volt, és azt mondták, hogy egy olyan komoly imádságos szerzetes rend kell, ami azonban nem egy szigorúan vett klauzúrával, hanem egyfajta nyitottsággal az emberek iránt, akik betérnek hozzájuk, azok vezetésével is foglalkoznak. Később aztán hát szigorítottak egy helyi püspök tanácsára rajta, de közülük kerültek ki nagyon nagy misztikusok is, ugyanis Szalézi Szent Ferenc beléjük plantálta a Jézus szíve tiszteletet. És a Jézus szíve tisztelet, ez egyfajta ellenhatás is volt az újkor racionalizmusára. Ahogy említettem egy alkalommal, hogy azt mondták, hogy Isten nem is törődik velünk, megteremtette ezt a világot, aztán vége. Ő pedig azt mondta, hogy annyira, hogy ember lett közöttünk élt, érző ember, akinek van szíve. És hát a Jézus szíve tiszteletét elkezdte szorgalmazni, és a vizitációs rendnek lett egyik tagja, azaz Alakok Szent Margit, aki megkapta ezeket a magán kinyilatkoztatásokat,
Jézus szívéről, amelyben Jézus szól, hogy az ő tisztelete, Jézus szívének a tisztelete, az milyen üdvös lelki hatással járhat. És innétől kezdődik aztán az újkorban az a fajta Jézus szíve tisztelet is, amit Kalocsán is, hát a Szent István templomban, Jézus szíve templomban még nagy búcsú formájában is megtartunk. Na most ez a vizitációs rend igen elterjedt abban az időben, és még magyar vonatkozása is van, mert második Rákóczi Ferencnek a felesége, hát ugye ők külön éltek a forradalom és a szabadság, vagy a szabadságharc elválasztotta őket, ez a bizonyos hesseni Sarolta is belépett a vizitációs rendbe, Rákóczi felesége, és az unokája is a vizitációs rendben lett apáca, ugyanis Rákóczi Ferencnek volt egy olyan fia, akit Rákóczi Józsefnek hívtak, és Franciaországban élt, annak lett a gyermeke, ez a unoka, akit hát pontosan nem is tudom, hanem valamilyen Saroltnak hívtak, mert fölvett ilyen franciás nevet, az is a vizitációs rendben élt és halt meg. Magyarországra is eljutott a vizitációs rend, annak egy közismert tagja volt az a Bogner Mária Margit, aki Érden élt, nagyon sokat szenvedett, hősiesen, hűségesen, és hát a sírján áll még úgy állítják, hogy csodák is történtek, és hát a boldoggá avatását is szeretné a vizitációs rend. No tehát, ez volt az a háttér, amiben Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Franciska közösen együtt dolgozott. Miben hozott ez a Szent Ferenc újdonságot? Abban, hogy megpróbálta az akkori, mondhatni az újkor elején élő ember számára a lelkiséget érthetővé tenni és mindennapivá. Tudnélik, annak előtte az volt a felfogás, hogy hát vannak a szigorú szerzetesek, azok megélik a lelki életet, aztán vannak a világiak, akik jó, ha megtartják a parancsolatokat, köztük van a papság úgy, ahogy, és hát ez a bevett életforma, ez jellemezte a korábbi évszázadokat, hogy valójában azt mondták, hogy csak az igazi szerzetes az, amelyik tudja Krisztust követni. És hát egy lelki lányának ez a jó szalézi Szent Ferenc mindig írt leveleket. Ez nem a Chantal Szent Franciska volt, hanem egy más valaki, akit hát sok levéllel tanított és vezetett, és később kiadták ezt a levelezést könyv formájában. Az volt a címe, hogy bevezetés a lelki életbe, és az, hogy filótea. A filótea az annyit jelent, hogy Isten szerető. Tehát azt gondolja az ember így elsőre, hogy ez egy női név, hát föl lehet annak is fogni, mert vannak ilyen nevű hölgyek, de ez egy összefoglaló név, hogy az Isten szerető az hogyan éli meg a Krisztus követést. Na most én ebből szeretnék, ebből a filóteából, ez egy nagyon vaskos könyv, ebből olvasni. Mert itt a lelki irodalomban úgy van, mintha ez egy hölgy volna, ez a filóta. Valójában egy ilyen összefoglaló név. Tehát hangoztatom, más-más módon kell jámborságot gyakorolnia az előkelő embernek és a kézművesnek, a szolgának és a fejedelemnek, az özvegynek, a hajadonnak és a feleségnek. Sőt, a jámborság gyakorlatainak alkalmazkodniuk kell egészen részletesen az egyes ember testi egészségéhez, foglalkozásához és hivatalos kötelességeihez. Kérlek, Filótea, te magad mondd meg, tényleg dicséretes lenne, a püspök olyan visszavonultan akarna élni,
mint a kartauzi szerzetes? Ha a házas emberek a család anyagi javait nem törekednének jobban gyarapítani, mint a kapucínusok? Ha a kézműves az egész napot a templomban töltené, mint a szerzetesek? Vagy fordítva, ha egy szerzetes minden olyan alkalommal, és minden olyan esetben, amikor azt egy embertársa szüksége megkívánná, mindig törődnék vele, mint hogy a püspök dolga? Mondd meg te magad, nem de nevetséges, rendetlen és megengedhetetlen lenne az ilyen jámborság? Mégis gyakorta előfordul ez a tévedés, ez a képtelenség. Viszont az igazi és őszinte jámborság, Filótea, semmire nem ártalmas, sőt mindent megjavít és tökéletesít. De ha a jámborság hivatásunk és állásunk józan követelményeivel ellenkezik, akkor az kétségtelenül hamis erény lesz. A méhecske is úgy gyűjti magának a mézet a virágokból, hogy azokat nem sérti meg, hanem éppen olyan üdén és sértetlenül hagyja el, mint ahogy megtalálta. Az igazi jámborság még a méhecskéknél is helyesebben cselekszik, mert nem csak, hogy nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményeit, hanem azokat még érdemesebbé és még szebbé is teszi. Azt mondják, hogy ha a drága köveket mézbe teszik, akkor még szebb színben tündökölnek és ragyognak, ugyanígy lesz kedvesebb és tökéletesebb az az ember is, aki hivatásának megfelelő jámborságot gyakorolja. Az ilyen jámborság gyakorlásával ugyanis békésebb lesz a te életed és a családod élete is. Őszintébb lesz a férj és feleség közti kölcsönös szeretet, hűségesebb lesz az előjáró iránti engedelmesség, kellemesebb és erényesebb lesz minden egyes foglalkozás is. Tehát tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból és a házasok köréből. Viszont hangoztatom, kedves Filótea, hogy a teljesen szemlélődő kolostori és szerzetesi jámborságot az említett hivatalokban és állásokban nem lehet gyakorolni. Azonban a most említett háromféle jámborságon kívül van még sok más fajta is, amely igen alkalmas arra, hogy hogy általa világi életet élők is tökéletességre jussanak. Bármilyen viszonyok között legyünk is, tökéletes életre lehet és kell is törekednünk. Tehát ez egy óriási lépés volt így a lelkiélet tanításában, hogy tudott különbséget tenni az egyes életformák között, hogy kinek milyen lelkiélet felel meg, és ki mire tud vállalkozni, és mit tud vállalni, akár imádságban, vallási élet gyakorlásába. Ez óriási nagy lépés volt ebben a könyvben, ebben a Filóteában, még arra is, hogyha elmegy a bálba, akkor hogyan viselkedjél, hogyan táncolj, milyen, tehát ilyen dolgokat is elmondott. Tehát ha beleolvasunk sokszor ilyen régebbi lelkirodalomba, vagy még későbbiekben, és ilyen teljes világmegvetés jön belőle, ami hát ellenkezik Jézus Krisztusnak az evangéliumával, az ő életformájával és a helyes lelki élettel. Most erre azért érdemes így odafigyelni, amikor én majd a Don Bosco rendjére, a szaléziakra gondolok, hogy a Don Bosco a gyerekek, fiatalok között elsősorban ilyen ipari tanulókat célzott meg, illetve olyanokat, akiknek szakmát akart adni a kezébe. Mert ha lehet azt mondani, mondjuk a piaristák rámentek az intellektuálek képzésére, hogy azokból legyenek hát kifejezetten kvalifikált értelmiségiek. Jezsuitáknál is volt ez egy ilyen szempont, és később is, amikor már mondjuk a bencések is átvették a tanítást, hogy így mondjam, gimnáziumi méretekben, akkor is ők azért erre törekedtek. Viszont Don Bosco azt mondta, hogy hát mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik
magasabb tanulmányokra nem jutnak el. És hát ő azt mondta, hogy szakmát kell adni a kezébe. De egy ipari tanulótól nem lehet azt elvárni, hogy olyan legyen akár a napi imagyakorlataiban, vagy a vallásosságában, mint egy másik embernek jobban van rá alkalma. Hát ezt jól tudja az, aki mondjuk például ipari tanulókat tanít, mert hál' Istennek van Magyarországon is már egyházi kézben lévő ipari tanuló iskola, ott nem lehet belemenni egészen mély történelmi, meg teológiai kérdésekbe, hanem nagyon praktikusan, nagyon egyszerűen kell nekik elmondani, hogy mi a hitünknek a lényege, tartalma, és hogy tudsz te annak megfelelően élni, úgy majd, mint egy mesterember. És hát innét van a gondolata Don Boscónak, hogy Salesi már ezt elmondta 200 évvel előtte, ugye, mert Don Bosco a 19. században élt. És hát Don Boscónál előjön az, hogy vidámságot kell belevinni a nevelésbe. És azt ő nagyon fontosnak tartotta, és hát a Salesi Szent Ferencnek van egy nagy összegző műve, a Theotimus. Ez is egy ilyen, tehát ez is azt jelenti, hogy hát ilyen istenfélő, ugye? Azt jelenti, hogy hogyan lehet az Istent szeretni, tisztelni, imádni, és mit kíván meg a lelki élet tőlünk. Ez már nem olyan, mint a Filótea, hogy lebontva ilyen mindennapi életre, hanem egy, mondhatni azt, hogy misztikus írás is, illetve ugye a lelki életnek a mélységeit keresi. És hát nagyon sokat vívódik ebben a könyvecskéjében, a Theotimusban az akarattal. Én csak egy pár címet fölolvasnék itten, hogy mit tesz az emberi akarat. Ezt mondja, hogyan tudjuk alávetni akaratunkat Isten akaratának? Annak kifejtése, amit az akarat meghallásáról mondottunk. Arról a kiváló erénygyakorlatról, amelyben az élet külső és belső szenvedései közt lehet részünk, ha akaratunkat teljesen alávetjük Isten akaratának. Hogyan üresítheti ki magát az a lélek, mely Isten akaratával egyesül? És akkor, hogy az Isten szeretet parancs, és így tovább. Ez az előzőeknek a fényében sokkal jobban érthető. Ugyanis, hogyha a kálvini predestinációt a maga végletességébe vesszük, hogy Isten előre tudja, hogy mi lesz a sorsunk, sőt a kárhozatunkat is, mint egy akarja azáltal, hogy predestinál a kározatra, ott az emberi akaratnak nem sok szerepe van. Ez egyébként később visszatér még más vonatkozásban is, mert az már a modern koribb ilyen pszichológiánál mondták azt, hogy hát valójában sebzett az ember akarat, hogy mindig az ösztönei dominálnak, mindig a pillanatnyi helyzete, tehát valójában nincs is szabad akaratunk. Egyébként a Marx Engels is mondott ilyesféléket, csak hát az a kérdés akkor, hogy mernek embereket bíróság elé állítani, felelősségre vonni, hogy te ezt tetted. Hát ha nincs szabad akaratom, akkor én követem ugye azt a belső ösztönt, azt a körülményt, ami engem hát megment vagy irányít. Na most ő azt mondja, hogy van akaratunk, szabad akaratunk van, és hát ez visszamegy még egy régi ősegyházi vitára. Szent Ágostán idején volt a Pelagius nevű, hát később eretneknek nyilvánított teológus, aki meg elment a szélsőséges irányba, azt mondta, hogy az emberi akarat mindent megtehet, nincs is szükség az Isten kegyelmére az embernek, mert az akaratával mindent megvalósíthat az ember. És hát erre jött aztán ugye Szent Ágoston hatása is, hogy hát az isteni kegyelem az még az akaratunkat is befolyásolja,
és valójában sebzött az akaratunk kétségtelen a bűnbeesés óta, és azt nem lehet elvitatni az ember életéből, hogy bizony az akaratunk rosszra hajlóvá vált. Ezt nem lehet elvitatni. Gyerekkorunktól kezdődően, ugye én hittanórán tettem föl a kérdést, mikor erről szó volt, hogy bemész egy szobába, és látsz egy rakás pénzt ott, akkor eszedbe jutott, majd teszek hozzá, hogy még több legyen. Hát nevetnek a gyerekek, de az, hogy elvegyem belőle, az sokkal hamarabb eszébe jut az embernek. És ez így van egész életünkben, hogy az akaratunk rosszra hajlóvá lett. Könnyebb a rosszat megtenni, mint a jót. Na most ezzel tisztában kell lenni, csak hogy nincsen olyan megsebzettség az akaratunknak, hogy mi ne tudnánk vele jót tenni. És ezt mondja itt Szalézi Szent Ferenc a Teotimusban, hogy igen, az isteni akaratnak megfelelően kell cselekedni az emberi akaratnak. Össze kell kapcsolódnia. És az isteni akaratot úgy veszi, hogy annak nem más a célja, hogy az embert üdvözítse. Tehát nem, az isteni akarat nem abban áll, hogy eltörtem a lábom, legyen meg az Isten akarata. Nem. Az Isten akarat az, hogy üdvözüljünk. Ez benne van a Szentírásban. Isten akarata az, hogy eljussunk az igazság ismeretére és az üdvösségre. És hogy ezért hogy vezet bennünket, az már benne van az ő gondviselésébe. És azt mondták utána, hogy akkor az emberi akaratnak azt kell keresnie, miként lehet egyesülni ezzel az isteni akarattal, és így van, hogy hogyan tudjuk alávetni akaratunkat Isten akaratának. És így tovább, és az üdvösségünkért hogyan fáradozhatunk. Na most ő itt épp erről az életállapotról is, és itt kapcsolódik megint, és mint egy elővételezetten mondom, a szaléziaknak a pedagógiát, Don Boscóékat, hogy ők nagyon nagy hangsúlyt fektettek a vidámságra. Hogy meg kell keresni, mert a gyerek azt mondja, Don Boscó, hogy az alapvetően, ha nem beteg, az vidám a gyerek, ha nem beteg, ha nem lelki és nem testi beteg. A gyerekek a háborús tűzfészekben is, hogyha leáll a lövődözés, elkezdenek focizni és játszanak. Ugye? Tehát a gyereknek a természetében még benne van. És hogyha mint gyereket akarunk nevelni, akkor nekünk egy ilyen optimista formában kell a gyerekekhez hozzáállnunk, és örülni az ő örömeiknek. Na most ez a gondolat már itt megfordul, vagy előjön Szalézi Szent Ferencnél, és beszél a szomorúságról, hogy most ez jó ez, hogy van, vagy szomorúak vagyunk? És most én ebből a részből, a Teotimusból, ami megint csak egy elég vaskos munka, ebből olvasnák föl egy részt. A szomorúság oka néha saját magunkban, vérmérsékletünkben van, ha az túlságosan mélabús. Már akkor, 1600-as évek vagy, ugye van olyan emberi természet, amelyik melankólikus, ugye a vérmérséklete olyan. Ez a szomorúság még magában véve nem vétkes. De eskütellenségünknek, az ördögnek nagyon megkönnyíti a munkáját, hogy megkezdje és tovább szövögesse ellenünk kísértéseit. De mert az abszolút szomorú ember az, én papokban is ismerek ilyet, hogy nem érdemes itt már semmit se tenni. Mikor mondunk valamit, semminek nincs értelme. Minden vesző van, mindennek vége van. Semmi nem jó, ugye? Azt mondja, a pók mindig borús időben szövi hálóját, épp így az ördög hálójába is sokkal több háborgó, szomorú, búskomor, kedélyű lélek kerül, mint vidám, megelégedett, nyugodt lélek. Most egy kis kitérőt teszek. Ratzinger bíborossal még pápasága előtt egy újságíró beszélgetett. Azt mondja neki az újságíró, hogy hát azért a katolikus törvények, meg ez a sok szabály, meg liturgia, hát ez embertelenné teszi az életet, és hát a sok lelki betegségnek a forrásává lesz. És Ratzinger azt mondta bíboros, hogy
Hát azért nézze meg a déli népeket, akik alapvetően katolikusak voltak, hogy szomorúbbak, meg mélabúsabbak, mint mondjuk a norvégok, svédek, meg a többiek, akik hát mondjuk hithű protestánsok. Ugye? Tehát, na, szóval itt is egy ilyen a vidámságról, azt mondja, az előbbiekben könnyű szerrel támaszthat aggodalmakat, gondokat, izgalmakat, mert azok inkább hajlamosak a bosszúságra, gyűlöletre, gáncsoskodásra, irigységre, és hajlamosabbak a restségre és a lelki közönösségre. Tehát ezek a nagyon szomorú, depressziós emberek. Oka lehet a szomorúságnak az emberi életnek különféle körülménye. Micsoda öröm lehet nekem, aki sötétségben ülök, és nem látom az ég világosságát. Ez Tóbiásnál van, és idézi. Így Jákob a fiának Józsefnek halálhírére szomorodott el. Dávidot pedig szintén fiának, Absalomnak halála döntötte mélységes gyászba. A szomorúságnak ez a faja a jóknál, rosszaknál egyaránt előfordulhat, azzal a különbséggel, hogy a jókat nem keríti egészen hatalmába, mert azok beletörődnek és megnyugodnak Isten akaratán. Ez bizonyítja Tóbiás példája minden megpróbáltatásért, melyet elviselt, hálát adott Istennek. Jób lesújtva is áldotta az Úr nevét. Dánielnek pedig a szenvedés dicsőítő inekét csalta ajkára. Megfordítva a dolog a világfiainál, akiknek szomorúsága, merő természetes szomorúság, amely könnyen bosszúsággá, kétségbeesésé, őrületté fajul. Olyanok ezek az emberek, mint a mormota, mely holdfogyatkozáskor dühös, haragos, levert, úgyhol új holdkor ellenben táncol, ugrál, s minden csintalanságot elkövet. A világ fiai is, ha szerencse nem kedvez nekik, mogorvák, elégedetlenek, durvák, epéskedők és buskomrak. Ha pedig minden kedvük szerint történik, elbizakodnak, szertelenek, fékevesztettek. Ugye? Na és akkor itten folytatja tovább, az igazi bűnbánatból fakadó szomorúságot helytelenül nevezik szomorúságnak, mert tulajdonképpen nem más, mint idegenkedés, ellenszenv, utálat, melyet a bűnnel szemben érzünk. Ez a szomorúság nem teszi az embert bosszúsá, epéssé, nem bénítja meg a szellemi erőket, hanem munkára és tevékenységre, haladásra serkent. Olyan szomorúság ez, melynek hatás alatt nem csügged el a lélek, hanem az imádság és az Istenbe vetett erős bizalom segítségével fölemelkedik. Lángra lobbantja buzgóság tüzét. Ez a szomorúság a keserűség tengerében is számtalan vigasz édességével árasztja el a lelket. És itt utána tovább elmélkedik, hogy van Istennek tetsző szomorúság és a világnak a szomorúsága. Ugye az Istennek tetsző szomorúságban mindig benne van az, hogy valaki másért szomorkodunk, vagy bűneink miatt. A világnak a szomorúsága meg az, ahogy itten Szalézi Szent Ferenc mondotta, hogy mert nem sikerült a befektetés, mert a vállalkozása, mert szerencsétlenség miatt másként alakult a sorsa, tehát az a világnak a szomorúsága. Tehát ezek a nagyon rövidke kis szösszenetek a Szalézi Szent Ferenc írásaiból, életéből teszik aztán majd érthetővé, hogy miért választotta a Szalézi nevet az ő társaságának Don Bosco, aki hát maga is szenté lett, és nem úgy hívják az ő rendjét, hogy a Don Bosco rendje, hanem Szalézi Ferencnek a rendje. És hát miután említést tettem Chantal Szent Franciskáról, erről az asszonyról, akinek hatodik gyermeke születése idején meghalt a férje, és utána nagyon jó lelki barátságba került Szalézi Szent Ferenccel, és együtt alkották meg a vizitációs nővérek rendjét. Őtőle is maradtak írások, meg intelmek, amit a nővérek számára mondott. Ha már említettem, egy nagyon rövidke
részt, ebből is olvasnék, tudnélik, megkérdezték tőle, hogy a vértanúság az a egyetlen fajtája a tökéletességnek. Itt is lehet látni, hogy annak előtte úgy gondolták, hogy hát igazából az a szent, aki vértanú volt. És ő azt mondja, hogy nem. A szeretetnek is van vértanúsága, hogyha valaki azt hűségesen, kitartással és élethosszíglan végzi. Egy hosszú levélből ezt válaszolta a végét, ezt olvasom. Végül, amikor sürgetve kérdezték tőle, vajon a szeretet vértanúsága egyenértékű lehet-e a testi vértanúsággal, így szólt. Ne kutassuk az egyenrangúság kérdését, habár úgy vélem, egyik sem előzi meg a másikat, mert a szeretet erős, mint a halál. És a szeretet vértanúi ezerszer súlyosabb kínokat szenvednek el akkor, amikor életüket Isten megőrzi, hogy az ő akaratát teljesítsék, mintha ezer életet kellene feláldozniuk azért, hogy tanúságot tegyenek hitük, szeretetük és hűségük mellett. Tehát itt arra utal, hogy egy élethosszig gyakorolt kötelességteljesítés, szeretet gyakorlása abban az élet állapotban, amiben vagyunk, az fölér egy vértanúsággal. És hát ez is már a lelki életnek egy nagyon nagy állomása volt, ugye, mert ha azt megnézzük a kezdetektől, ahogy kibontják az evangéliumot, ahogy megfogalmazzák a szerzetes rendek, az egyházatják, a lelkiírók, abban is látunk egy fejlődést, az idők jeleire való odafigyelést, és hát ezért is kell egyfajta lelkiség történetet is ismernünk, mert nem csak szellem történet van, nem csak tudomány, meg művészet történet van, hanem lelkiség történet is. És ez is egy kicsikét hasonlít ahhoz, amit ugye a biológia világában szoktak mondani, hogy a törzs fejlődést, az egyet fejlődés valamiképpen úgy imitálja, utánozza, tehát az ember a fogantatásától kezdve valamiképpen úgy vissza-vissza utal az egész emberi fejlődésre. Így lehet az emberi lélek is, hogy átjárhatja azokat a stációkat, amit elődeink átéltek. És azért érdemes ezt a lelkiség történetét is mélyebben megismerni, hiszen egyrészt saját lelkünk mélységeit jobban megismerjük, sok mindent megértünk, és másokat is jobban megértünk, hiszen ugye Szalézi Szent Ferenc éppen arra tanít bennünket, hogy próbáljunk meg másokat megérteni az ő helyzetükben, és az ő helyzetükhöz viszonyítottan éljünk. És hát egy sztorit még el lehet mondani az ő életéből, hogy amikor Genfben, vagy püspök volt, mert volt, mikor vissza tudott menni, akkor egyszer az ellenségei egy egész éjszakán, illetve több éjszakán átottam vadászkutyákkal, kopókkal, kürtöléssel, minden zavarták. És akkor hát már a háza népe ki akart menni, hogy ott ezeket talán tetlegesen is elűzze, és azt mondta Szalézi Szent Ferenc, mennyivel jobb helyzetben vagyunk mi. Mi nekünk, mert tél volt, fűtött szobánk van, mi le is fekhetünk az ágyunkba, ezek meg ott kin ordítoznak abban a hidegben, sokkal jobb helyzetben vagyunk mi, mondta a háza népének. És másnap találkozott azzal az emberrel, aki ezt az egészet úgy hát megszervezte ellen, és roppant barátságosan szólt hozzá Szalézi Szent Ferenc, olyan hatással volt erre az ember, hogy megtért, megfordult, és utána hát ilyen hűséges segítője lett Szent Ferencnek, beigazolódott, amit mondott, hogy egy csöpp mézzel több méhecskével egyet lehet fogni, mint egy hordó eszettel, és ezt érdemes a magunk életére is hát átvinni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Na. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.